Az okos asszisztensek világa ma már nem csak arról szól, hogy a legokosabb modelljár legyen a zsebünkben. Egyre inkább az számít, hogyan és mennyire kényelmesen tudjuk használni őket a mindennapokban. Itt látszik igazán a különbség a Google és az OpenAI megközelítése között. A Google a Gemini-vel nem feltétlenül a legerősebb modellt adja, viszont gondoskodik róla, hogy szinte bárki, bárhol és bármikor hozzáférjen. Az Android rendszerbe mélyen beépített hangalapú kommunikáció teljesen ingyenes és folyamatos. Nem kell gombot nyomkodni, nincs szükség külön előfizetésre. Ezzel óriási előnyre tesznek szert, mert a felhasználók gyorsan megszokják, hogy az AI-val való beszélgetés épp olyan természetes, mint egy baráttal folytatott telefonhívás. Az OpenAI ezzel szemben a minőségre és a kreatív képességekre helyezi a hangsúlyt. A GPT-5 jelenleg sok feladatban felülmúlja a Gemini-t, de a hozzáférés és a felhasználói élmény szűkebb körre korlátozódik. A hangos kommunikáció náluk is jelen van, de mobilon push-to-talk módban működik, asztali környezetben pedig hivatalosan még nem elérhető. A valós idejű, folyamatos beszélgetéshez általában fizetős külső szolgáltatásokra, például prémium TTS rendszerekre van szükség, ami gyorsan költségessé válhat. Ez pedig sok felhasználót elriaszt. A stratégiai különbség jól látható. A Google célja, hogy minél szélesebb körben, a lehető leggyorsabban elterjessze a saját AI megoldását és közben adatot, felhasználói visszajelzést és hűséget gyűjtsön. A modell fejlesztése ráér, mert ha egyszer a felhasználó megszokta, nehéz lesz átcsábítani. Az OpenAI viszont először a legerősebb modellt akarja megalkotni, majd erre építve kínál prémium hozzáférést, gyakran előfizetéshez kötve. Rövid távon ez jövedelmezőbb lehet, de hosszú távon a felhasználói bázis növekedése lassabb marad. A jövő kérdése, hogy az OpenAI mikor és hogyan lép be igazán a folyamatos, kényelmes, akár ingyenes hangalapú kommunikáció világába. Ha túl sokáig várnak, a Google előnye a fogyasztói piacon szinte behozhatatlanná válhat, és az OpenAI inkább a vállalati és speciális iparági megoldások felé tolódhat. Ez pénzügyileg stabil út lehet, de a mindennapi felhasználók körében a Google neve válhat a mesterséges intelligencia szinonimájává. Izgalmas kérdés, hogy melyik irány lesz a nyerő. Az, amelyik mindenkinek ad egy kicsit, vagy az, amelyik keveseknek adja a legjobbat. Az biztos, hogy a következő néhány év meghatározza, kié lesz az AI hangos kommunikációs piacának vezető szerepe. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és írd meg kommentben, hogy te melyik megközelítést tartod jobbnak. Inkább használnál egy kicsit gyengébb AI-t, ami mindenhol elérhető és ingyenes, vagy fizetnél a legjobb modellért, még ha a hozzáférés kevésbé kényelmes is. Kíváncsiak vagyunk a véleményedre, mert ezek a visszajelzések formálják a jövő AI élményét.